Na és a mai adás az a tévéről meg a tévézésről fog szólni, rögtön két módon. Az egyik az, hogy véget ért a híd az HBO Max-en, és ennek örömére egy kicsit visszaemlékezünk arról, hogy mi is történt, létösszegzünk, valamint találkozunk két fontos emberrel. Egyrészt Rubin Kristóffal, aki a műsornak a producere volt, másrészt pedig Jankával, aki nem mondom meg, hogy a műsornak milyen volt, hát ha valaki még nem látta. Mondjuk táborvezetője az biztosan volt. Illetve beszélni fogunk erről a hatalmas, minden hájjal megkent, mindenféle csúcstechnikát magába foglaló tévéről is, erről a Sony Bravia tévéről, és ahhoz, hogy ezt meg tudjuk tenni, ahhoz visszajöttünk a lakásba, ahol, hát nem tudom, hogy mennyien vagytok a nézők közül újan, és mennyien azok, akik évek óta velünk vannak, de hogy az a helyzet, hogy a vlognak az első talán 3 évadában, szóval, hogy akkor lehet, hogy 4 volt, szóval 4 évadban innen forgattam. És a ma reggel azt tökéletesen felidézte az, hogy miért is volt szükségem a stúdióra, ugye, és a gyerekeket ki kellett ebrudalni a lakásból, aztán rendet kellett rakni utánuk, a reggeliük, meg a játékaik után, szóval, hogy szokás szerint ez egy 30 perces készülődés volt, mint annak idején, de, szóval, hogy ott ültem, igen, egészen konkrétan ezen a helyen, csak nem ebben a fotelben, de megvan a zöld fotel is, szóval sokaknak ez tuti nem jelent semmi, de néhányan talán vannak, akikben nosztalgikus érzetet kelt, hogy hát annak idején ebből a zöld fotelből indultunk. De most beszéljünk a tévéről. Szóval ez a Sony Bravia XR65X95L. El voltam elsőre jól. Igazából másodjára mondtam el. Volt egy félre sikerült próbálkozásom. Szóval ez a Sony Bravia, és ez a tévé néhány nappal ezelőtt érkezett ide tesztre, és én magam szereltem szét a dobozát. Tudományos megközelítéssel szereltem szét a dobozát. Sie haben sich schon wieder aufgelacht und ihre Zweifel noch verhundertfacht. Jetzt sitzt sie bei mir, weiß nicht mehr wohin, mit ihren Ecken, ihren Kanten, ihrem Eigensinn. Sie wär so gerne unter Million, ein Beat im Gleichschritt mit dem Metronom. Sie sagt, es dreht sich leichter als Kopie. Főleg, hogy maga a csomag is tudományos, szóval le van írva, hogy 91%-kal kevesebb tintát használtak fel, mint korábban, környezetvédelmi okokból, meg 48%-kal csökkentették a műanyag csomagolásnak a mennyiségét, 5 évvel ezelőtthöz képest, meg csupa ilyen dolgot tudott elmondani a Sony arról, hogy mennyivel csökkentette csak a doboznak az ökológiai lábnyomát. És a cuccnak az érdekessége az a mini LED technológia, ami összesen azt hiszem, hogy 2 évvel ezelőtt mutatkozott be. Ennek az a lényege, hogy a korábban használt fénykibocsátó diódáknál jóval kisebbeket használnak, aminek az az eredménye, hogy korábban maximum 3-5 ezer darab fénykibocsátó dióta kaphatott helyet egy televízióban, most meg ezzel akár 30-35 ezer is. Ami, ki tudjuk számolni, szóval hogy el tudok osztani a 35 ezeret 5-tel, vagy ennyire fáradtok, szóval kb. Ilyen 7-szeres növekedés. És ennek nyilvánvalóan az az eredménye, hogy sokkal sűrűbben pakolgathatják egymás mellé a ledeket, és sokkal több ilyen LED-csoportot oszthatnak ki. Aminek meg az az értelme, hogy sokkal szebbek lesznek a színek, nő a kontraszt, és az egész olyan valósághűbb lesz. Egyébként a kialakítás az jól láthatóan ráment arra, hogy a lehető legészrevehetetlenebb legyen a tévé, szóval, hogyha ki van kapcsolva, akkor persze észreveszed, hogy van itt egy minimum 65-szoros hatalmas valami, viszont amikor be van kapcsolva, akkor alapvetően azt láthatod, ami megy rajta, és körülötte nincsen semmi franc. Ami viszont azonnal feltűnt az, hogy mennyire baromira nehéz, és utána olvastam annak, hogy miért olyan hatalmas ennek a tévének a súlya, és körülbelül arra jutottam a különböző elemzéseket és teszeket elolvasgatva, hogy azért, mert hogy tényleg mindent beraktak, amit egy ekkora tévébe bele lehetett rakni, hogy az egyszerre legyen csúcstechnikás, meg egyszerre legyen ilyen strapabíró is. És a tévé az biztosan strapabíró, mint a hátam, amit jól meghúztam, amikor emelgettem, de ezt senki se csinálja otthon egyedül, tehát hogy eleve nekem se kellett volna. A tévé az egyébként egyszerre 2 távirányítót is adnak, amivel teljes egészében zavarba hoztak. Szóval, hogy ugyanazt a célt szolgálják, és nagyjából ugyanaz érhető el mindkettőn, szerintem annyi a különbség, hogy ez még inkább az ilyen tévés felhasználóknak lett kitalálva, ez meg azoknak, akik hozzám hasonlóan, szóval akiknek nincs is tévés előfizetésük, csak mindenféle ilyen streaming szolgáltatót nyomkodnak. Az operációs rendszer pedig az a Google TV. És a Google TV-t ismerjük, mert egy csomó gyártó használja, és az a helyzet, hogy annak köszönhetően, hogy ismerjük, meglehetősen gördülékeny is a használata, de megmondom őszintén, szerintem a Sonynak azért lehetne nagyobb önbizalma, tehát hogy biztos, hogy össze tudna hozni egy olyan rendszert, ami hasonlóan használható, csak egy kicsit más, mint a többi. Szóval, ja. Amúgy van HDR10, meg HLG, meg Dolby Vision, viszont nincs HDR10
plusz. Viszont a végeredmény az tényleg atom. Az első film, amit megnéztem rajta, az a Baby Driver, vagy milyen névre hallgat, amikor, szóval tudjátok, a srác az elején egy ilyen piros, talán Subaru-t vezet, és hogy konkrétan olyan volt, egyrészt az élmény, mintha moziban néztem volna, másrészt meg, mintha az a Subaru ki akart volna jönni a kijelzőből. A lényeg az, hogy a színek azok tényleg elképesztőek, és hogyha megnézitek ezt a felvételt, akkor nyilvánvalóan semmit sem fogtok érzékelni belőle, hiszen én itt még élőben látom, hogy mennyire piros, amit felveszek nektek egy kamerával, ami ebből valamennyit leront, amit aztán megnéztek egy másmilyen kijelzőn, ami tovább rontja a képet, de higgyétek el nekem, hogy az egész olyan, mintha ki akarna jönni a tévéből. És külön-külön ki tud világosítani területeket, ami tud segíteni akkor, amikor például nem évezzük azt, hogy 71-ben így van felvéve, és ebből kéne kiállózni, mi történik Gothamben. És a legjobb az, hogy ennek az egésznek nincsen mesterséges hatása, plusz az, hogy a csúcsfényerő is baromi nagy. Nem annyira nagy, mint a sokkal-sokkal drágább OLED tévék esetén, de megközelítőleg annyira nagy. És van egy szuper hangrendszer is, aminél a mély nyomót talán lehetne egy kicsit erősebb, viszont az összes többi hang az nagyon-nagyon tiszta, ráadásul az van, hogy amikor beállítod a tévét, akkor így a mellkasodhoz kell rakni a távirányítót, és úgy megnyomni egy gombot, és akkor a tévé tudja, hogy te hol vagy, és minden hangot így elkezd oda begyűjteni neked. Ja, és van ez a Bravia korszolgáltatás, ami minden 2023-ban vásárolt Sony TV mellé jár, és ez tulajdonképpen a Sony-nak a saját video streaming platformja. És attól függően, hogy melyik tévét vásároljuk, egy vagy két évig adja a Sony ezt a szolgáltatást, és kapunk mellé kreditet is, attól függően, hogy melyik tévét veszük, 5 vagy 10 kreditet, amit meg be lehet váltani ilyen tök új mozifilmekre, és hát egy kredit az egy mozifilm. De a nem aktuális, nem kúrens mozifilmekből meg hozzájutunk egy vagy két évig. Az összes ez, ha most veszünk egy Sony TV-t. Emellé a TV mellékként pont 10 kredit jár, és ami az érdekesség ennek a platformnak az az, hogy 80 megabit per szekundummal adja a filmeket, ami hát többé-kevésbé, hát az már nagyon-nagyon közel van a Blu-rayhez. És van egy ilyen perfect for PlayStation 5 minősítése is, és van mellé egy, ez nem jár a TV mellé, csak itt a kipróbálásra kaptam egy ilyen PlayStation 5 is. És ezt a minősítést csak Sony TV kaphatják meg, amik úgy lettek kialakítva, hogy tökéletesen működjenek együtt a Sony-nak a konzoljával, és ennek az eredménye az, hogy nincsen lagolás, meg borométű a grafika, szóval, hogy atom jól néz ki az egész. És ebben a minősítésben vannak mindenféle ilyen varázsszavak is, például van benne automatikus HDR tónus leképzés, ez azt jelenti, hogy játék közben is dinamikusan optimalizálja a HDR beállításokat, meg van automatikus műfajválasztó képüzemmód, ami meg azt jelenti, hogy mindig a megfelelő, szóval a felhasználó megfelelő üzemmódra vált a TV a PS5 használata közben, ami azt jelenti, hogy látja, hogy éppen milyen játékkal játszunk, és annak megfelelően variálja a képösszetételt. Ja, és van egy ilyen dedikált gaming menü is, ami azt jelenti, hogy ha a TV-nek a távirányítójával játszunk, és behozzuk a menüt, akkor bejön valami, amikor éppen filmeket nézünk, viszont valami teljesen más jön be akkor, amikor éppen PlayStation-özünk, és nyilvánvalóan olyan beállításokat keresünk, amik valamilyen módon a játékkal kapcsolódnak össze. És ebben olyanokat lehet beállítani, mint a VRR, meg a motion blur redukció, meg a fekete equalizer, meg a crosshair, tehát hogy legyen ilyen célzókereszt, és hogy milyen legyen ez a célzókereszt, szóval mindenféle dolgot be lehet állítani, ami játékra nagyon jó. És csak játék közben jön elő, ami meg praktikus. Ja, és természetesen ez a TV támogatja a 4K-s játékot 120 Hz-en. Viszont nincsen Dolby Vision játékmód, ami azt jelenti, hogy lehet Dolby Visionben játszani, viszont akkor meg lesz azért egy kicsi lagolás. És ugye arról már beszéltem, hogy nagyon törekedtek arra, hogy minél kisebb legyen az ökológiai lábnyoma a TV dobozolásának, minél kevesebb műanyagot kelljen felhasználni hozzá, de ugyanez igaz a TV-re is, amihez próbáltak minél több nem szűz műanyagot felhasználni, és hogyha jól tudom, akkor a tévében érintett műanyagoknak a 65%-a az már részben újra hasznosított műanyagból készül, vagy 60% valami ilyesmi. És van egy ilyen külön eco menü is, ami azért jó, mert hogyha valaki mondjuk egy apokaliptikus filmet környezetbarát módon szeretne megnézni, akkor nem 27 almenübe kell elnavigálnia, hogy bekapcsolja, kikapcsolgassa a különböző környezetvédős izéket, hanem ott van minden egy helyen. És ki lehet kapcsolni a pihenő tévét, meg a fényérzékelőt használó automatikus energia megtakarítás is be lehet kapcsolni, és ott van a környezeti fényérzékelés, ami azt jelenti, hogy a képernyő fényereje automatikusan alkalmazkodik a szoba megvilágításához, optimalizálva az energiafogyasztás. És olyanokat is csinál a TV, hogy a felhasznált energiát azt a sötét részekről így áttolja a világos részek felé, amitől egyrészt elvileg élethűbb lesz a kép, másrészt meg ilyen 30%-kal csökkenhet a fogyasztás. A lényeg az, hogy én nem vagyok egy nagy tévétesztelő, szóval én bekapcsoltam, és alapvetően nyilvánvalóan a hidat néztük rajta, mert a család néhány tagja még nem látta, és
És nekem tényleg konkrétan leesett az állam, hogy eleve nagyon szép ez a sorozat, tehát hogy eleve hatalmas munkát öltünk abba, hogy ez úgy nézzen ki, mint egy mozifilm, viszont itt tényleg olyan volt, mintha egy moziba ültem volna, és akkor én úgy voltam vele, hogy lehet, hogy meghatottam a végeredménytől, de egyrészt csak azért, mert érzelmileg kötődök a sorozathoz, másrészt meg azért, mert nekünk nincs itthon tévénk, és most, hogy nem egy iPad kijelzőjén néztem valamit, hanem egy ekkora tévén, most már érzelmileg kompromitálva vagyok. Viszont utána elolvastam egy csomó nemzetközi tesztet, hogy ki mit szól ez a tévéhez, és az a helyzet, hogy letolt gatyával tapsol a teljes szakma neki, hogy ez mennyire jól sikerült. Úgyhogy ebből is látszik, hogy bár régen nem volt tévém, de az érzékeim hál' Istennek még nem tompultak, szóval hogyha valami jónak tűnik, akkor az úgy látszik, hogy tényleg nagyon-nagyon jó. És az a helyzet, hogy most át is kötöttünk a hídra, és most az következik, hogy kicsit jobban elmélyülünk az HBO Max-nek a sorozatába, aminek én voltam a műsorvezetője, de nyilvánvalóan egy csomóan dolgoztak még rajta, meg benne, és kicsit elbeszélgetünk arról, hogy mit gondolunk így, hogy lement a sorozat, és milyen végeredményt látunk. Úgyhogy induljunk a stúdióba, és ott találkozunk első körben Robin Kristóffal, a műsor producerével. Na gyertek! Hello! Frissen, vidáman? Hello! Gyere! Mekkora kedved van neked ehhez az egészhez. Kihagyhatjuk, elmesélem, hogy mit gondolsz róla. Na, adjuk ki te, mert úgyis csak én tudom elmondani, nem te. Hidd el, hogy olyan sztorit költök körét, hogy arra mindenki emlékezni fog, amíg világ a világ. Csücs le a szalomba! Mennyit költöttél erre a lukra? Csak amit fizettetek. Úgyhogy olcsóbbó kijött, szinte fillérekből. Na, úgy néz ki, mintha jó lenne, de közben itt az élőben azért látszik, hogy azért annyira nem menő. Úristen, az irítség, nézzétek, az irítség arca. Na, csüss le oda. Kérsz egy kávét, vagy egy vizet, vagy valamit? Más nincs. De, figyelj, Dóra felvásárolt a környező boltokat, úgyhogy most kivételesen van kóla és tej. Kólát kérek. Jó. Zero? Nem, Sixo Light, aszpartánmentes, ez a kedvencem. Na, hozzad. Ez a Pecsesne vagy? Nem. Ezt téged szimbolizál? Nem tudom, meg kéne kérdezni Teklát, aki ide festette. Na szóval, tessék, mesélj a hídról. Ezt kezdjük el újra. Léci, ne jön le újra. Nem, tényleg beszéljünk róla egy kicsit. Szóval, hogy azt már tudjuk, hogy ez rekord lett, ugye? Tehát, de ezt elmondhatjuk, most úgy nézel rá, mint valami titkot árultam volna. Nézettségre gondolsz? Igen. Európában, amióta elindult az HBO Max, ez a legnézettebb non-scripted műsor, ami készül. De mikor kezdtetek el ezzel foglalkozni? Tehát mi volt az első pillanat, amikor az HBO felhívott titeket azzal, hogy lenne egy ilyen projekt? Jó, hozz egy kávét, mert ez hosszú lesz. De ne csak mondj egy dátumot, hogy ez másfél éve volt? Tehát ez 2000... a legelső hívás. 2021. augusztusában éppen Prágában voltunk, dolgoztunk egy cseh projekten, és ott ültem az irodában, és kaptam egy telefont egy ismeretlen számról, és az a Záborszky Anna volt, aki megkérdezte, hogy van-e kedvünk indulni egy HBO-s tenderen. És akkor végigmentük az egész tender folyamaton, és kiválasztották a cégünket. Akkor kiválasztották egyúttal a Bridget-et is, és februárban, 21. augusztusában kezdődött, és 22. februárjában kaptuk meg a zöld lámpát. Uh-huh. Ebben annyit fog benne hagyni, hogy 21. augusztusában hívtak Prágában. Uh-huh. De jó a többi is. Hol? Szerintem jó a sztori. Nem jó a sztori. Jó a sztori, csak igazából az érdekel, hogy ez 2 évvel ezelőtt volt. Nyilván rendkívül sok minden történt. Tehát, hogy egyeztetni kellett a koncepciót, lesz-e, nem lesz-e. Voltak izgalmas időszakok az HBO-nál, ott volt az a forgatás, az a rendkívül sok ember. És akkor most így 2 év után, te már nyilván benne vagy 6 másik projektben. Uh-huh. De hogy megvan az élménye, hogy így hátra dőlsz, látod azt, hogy ez rekordokat dönt, meg hogy szeretik a nézők, meg hogy nem tudom, hogy megvolt-e már a fejedben az első pillanatban, hogy ez így fog kinézni, de hogy megvan ez az elégedettség érzés, hogy basszus, akkor ezt mi megcsináltuk, vagy te már tök máshol vagy fejben? Hát figyelj, szerintem azért egy baromira izgalmas projekt volt a híd, mert most volt először az, hogy teljesen szabadon engedhettük itt a kreativitásunkat. Ebben nagyon jó partner volt tényleg az HBO, és egy olyan minőségi tartalmat tudtunk csinálni, amivel nagyon-nagyon hittünk, hogy jó lesz. Attól még ez egy óriási meló volt, és baromira sokat dolgoztunk rajta, de mikor ezen mindenen végigmentünk és elkészült a terepszemben a forgatás, a casting, az utómunka, ezen ezt egészen így végigrobogtunk, és leadtuk az adásokat, és most, amikor kikerült az HBO-s platforma, és én visszanéztem otthon, néztem azt, hogy
Basszus, ezt kicsináltam. Tényleg? De tudod, tehát végignézted az összes epizódot? Nagyon vagy... kíváncsi volt, mert így leüllepedett, mert nagyon benne voltunk több mint egy évig, és ez így leüllepedett. És én is kicsit úgy néztem meg, hogy otthon, mintha bármilyen sorozatot néznek, és azt mondtam, hogy basszus, ezt kicsinálsz, ez baromira jó. És egy kicsit néztem is, hogy ez fura, hogy ez tényleg mi voltunk. De nem, és ez nem azért, mert fúristen mennyire baromira jó, hanem hogy ezt elkészült, és ott van, és nézik. És, szóval ez egy nagyon jó élmény. De te így le tudsz zárni egy projektet, amit abban az értelemben, hogy annyira túl tudsz emelkedni rajta, hogy aztán nézőként tudsz tekinteni rá a tévében. Abszolút. És a helyszínen mi volt a legnehezebb a projektben? Mondjuk hát veled volt a legnehezebb, és elsősorban a hisztidet kezelni, meg hát elég kevés melód volt, de azt is baromira összetetten kellett alá tenni, de hát ez. Tehát egy újabb részt, hogy ki tudunk vágni a videóból. Maga a műfaj az ugye semmilyen szempontból nem ismeretlen, sőt, ha jól tudom, most is éppen csinálsz egy másikat. Igen. Hogy volt ebben a forgatásban más? Igen. Igen, nagyon más volt. Szerintem, amiről érdemes beszélnünk, mert láttam a te csatornád alatt és a kommentekben is, hogy ez meg van rendezve. Igen. Ezt szerintem valamire érdemes tisztázni, mert egyáltalán nem volt. Illetve nem így van, ahogy az emberek gondolják, hogy oda vittünk egy csomó kvázi statisztát és eljátszottuk velük a sztorit. Ha ez így lett volna, azt úgy hívják, hogy fikció, és sokkal drágább lett volna, sokkal bonyolultabb, és nem 17 napig tartott volna, hanem 40, és nem tudom, hogy találtunk volna ennyire zseniális színészeket, akik így alakítanak, mert szerintem Magyarországon nyilvánvalóan nincsen ennyi. Szóval nem. Ez nem egy fikció volt, hanem az volt, hogy mi generáltuk a helyzeteket, és ők pedig reagáltak rá. És ez azért volt más ez a híd, mert tudtuk, hogy milyen hogy akarjuk majd ezt a képernyőn látni, hogy minden ilyen nagyon patent legyen és le legyen kerekítve, és ezért azt csináltuk sokszor, hogy amikor lement egy jelenet, akkor még ott maradtunk és levágóképeztük a szereplőkkel, hogy meglegyenek a megfelelő reakciók, amit be tudunk vágni. Szóval igazából a helyszínen szerkesztettük és rendeztük a dolgot úgy, hogy egyébként az események valóságosak voltak, hogy ezt utána így össze lehessen rakni ilyen nagyívűen, és ilyen képigényességgel, amit látunk. Hát igen, a nézőknek az egy ilyen visszatérő észrevétele volt, azt nagyon sokan megegyezték, hogy kizár dolog, hogy ez a két színész magától úgy döntött volna, ahogy, uh-huh. És hogy nyilvánvalóan ő nekik a fülükbe lett beszélve, hogy srácok, akkor most elviszünk titeket, és majd lesz pénz, amit el kell raknotok. És akkor valamelyik podcastben meséltem arról, hogy a nézők csak ezt látták, de hogy ennek az előzménye az, hogy ültünk ott, és két napon keresztül gondolkoztunk azon, hogy mi legyen az a dilemma, ami nem tök egyértelmű, hogy ilyen nagyon könnyű eldönteni a nézőnek is, és hogy ami valami feszültséget hoz a sztoriba, és tényleg elkezdenek akár vitatkozni is rajta, hogy milyen irányba menjen a történet. Nagyon fontos, szerintem ennyit el lehet elúlni a kulisszákról, ez mind frankó, és attól reality, hogy a szereplők spontán reagálnak az adott helyzetbe. Adtunk inputokat nekik is. Hogy milyen irány. De nem a válaszra. De nem az volt, hogy akkor így döntsél, meg úgy döntsél, hanem hogy ezt vett figyelembe, meg azt igen, vett figyelembe. Igen, inkább azt mondtuk, hogy Viktor, hozd be légy szíves az, hogy a lányoddal mi van, azt a témát, érted? Uh-huh. Vagy beszéltek ennek kicsit az erkölcsétéről, érted? És akkor így ment előre a történet, és akkor eljutottak valameddig, és például ilyenkor az volt, hogy jó, szerintem most még ne döntsetek, ott az éjszaka, gondoljátok át. Ez a műsor rajta van a kedvenc listádon? Hát annyira hülye kérdés, mert nyilván valamit most. Hát először ott van az összes vlogod, amit csináltál. Ez az ezer egyedik. Jó, hát örülök, hogy ebben együtt vettünk részt, és köszönöm az értékes idődet, amit rátszántál. Nem, mert figyelj, nagyon szerettem ezt a Bridget, és nem csak azért, mert szerintem egy tök izgalmas projekt volt, és szerintem a végeredményre kifejezetten büszkék vagyunk, hanem azért is szerettem, mert nagyon szerettem a történetét. Aha. Szerintem ez egy baromi jó sztori. Egyrészt a hídépítés, egyrészt, hogy kimenek, nem látják, nagyon jó volt azon a helyszínen dolgozni, baromira szerettük. Emlékszem, kőkeményen dolgoztunk reggel 6-tól minden nap este 11-ig a forgatáson, de hogy egy ilyen jó karmája volt az egésznek. Éreztük, hogy ott úgy zajlanak az események, ott megszületik valami, szóval érdekes volt nagyon. Jó volt, neked is jó volt? Nekem is jó volt. Kapok egy puszit? Persze. Gyere. Mit üzensz Jankának? Mondja el az igazat. De miről mondja el az igazat? Hát ő mindig elmondja az igazat, ő egy ilyen nagy igazmondó. Azt üzenek, hogy remélem jó élmény is, hogy sikerült a pénzt jól felhasználni. Na, hát erről fogjuk kérdezni. Jó van. Örültem, ciao, hello. Na és akkor hagyjuk itt a stúdiót, és beszélgessünk Jankával, a tábornak a vezetőjével, és spoiler, a műsornak a nyertesével. Gyertek! Meine Freunde haben mitgelacht, tausend Witze über sie gemacht. Ich setz mich zu ihr, sie rutscht weiter weg. Tut mir leid, die sind der letzte Dreck.
Mert hogy az történt, hogy szóval, hogy Jankával most találkoztunk, és mennyi, nem olyan nagy kihagyás után találkoztunk, ugye, hiszen volt egy HBO-s rendezvény, másfél hónapja, de azelőtt egy évvel találkoztunk, leszámítva azt, amikor összefutottunk Budapestre, és Jankával puszival köszöntöttük egymást, és ez a második puszékodós jelenet ma már a híddal összefüggésben, mert hogy Rubin Kristóffal is puszíkodtunk ám. Amire féltékeny vagyok, és üzenem Kristófnak, hogy nekünk is adjon puszit. Jó, de én egy ilyen románcban vagyok vele. Csak ide akarok jönni, mert képzeld el, ez most egy titkos helyszín, tehát itt most el fogok árulni egy kulisszatitkot a híddal kapcsolatban. Hát benne akarnak lenni? Akkor már benne vannak, szép napot. Szóval, hogy vettük fel a jeleneteket a híthoz, és tartott ott a forgatás, ez nagyjából 19 napon keresztül, és amikor elkészült, és minden úgy majdnem összeállt, akkor felmerült az az igény, hogy én egy kicsit keveset szereplek, úgyhogy fel kéne venni néhány olyan jelenetet, ami nem akkor is ott készült el, ez azt hiszem 2 vagy 3 jelenet, ahogy én nézlek titeket. És az egyik ilyen nézésem az volt, amikor én ott állok a villogó vörös fénynél, az arcomon is villog a vörös fény, és nézlek titeket kvázi a mesterséges szigetről, na az konkrétan itt készítettük el, valamikor januárban, mínusz 5 fokban, én felöltöztem ugye augusztusiba, felálltam ide, a stáb az idehozott az arcom elé egy vörös villogó fényt, aminek belett állítva az ütemezése, méghozzá ugyanarra, mint ami volt nekünk ott Erdélyben, és 40 percig forgattuk azt a 2 másodpercet, de jól rávillogott az arcomra. Annyit most már elmondhatunk, hogy te megnyerted ezt a játékot, ugye? Tehát, hogy többszörösen megnyerted, mert egyrészt megválasztottak téged csapatvezetőnek, amit talán azok is tudnak, akik éppen, hogy csak elkezdték nézni a sorozatot. Azt nem bántad meg egyébként, hogy jelentkeztél erre a feladatra? Nem, egyáltalán nem. Nem mondom, hogy nem sírtam, meg nem volt, amikor úgy éreztem, hogy ez szivatás és nehéz, igen. De megbánni semmiképpen nem. Jó, szóval, hogy ezzel akkor elégedett voltál végezzel a döntéseddel. Persze. És a második kérdésem pedig az, hogy feldolgoztad-e már, és akik nem látták a sorozat végét, azok most kapcsoljanak el. Szóval, hogy feldolgoztad-e már, hogy te ezt a játékot megnyerted? De nem tudom, hogy ezt fel lehet-e valaha dolgozni én. Hú, most nálad nem sírom el magam, mindig elhatározom, és végül mindig elsírom magam. Nem. Szóval nem, egyáltalán nem dolgoztam fel, de itt most a kampány, és az, hogy újra élhettem mindent, és újra nagyon szerethettem az embereket, és újra tényleg minden érzés, még talán még intenzívebben megéltem, mint kint ott. Az azért sokat segített azt, hogy elhiggyem, hogy úristen, ez tényleg megtörtént. Mondjuk kicsit hiányérzetem van, hogy most pénteken már nem jött ki sorozat, mert már vége van. So oft wie ein Chamäleon, stell mich dagegen, schwimm doch mit dem Strom. Ich fühl mich leer so einfach als Kopie, ich bin im falschen Film. Milyen volt kívülről átélni mindazt, amit belülről tapasztaltál meg? Nagyon más az élmény, amit a tévében látunk? Hát én egyrészt magamat, jaj, nem szeretem, nem, nagyon nem. De nem azért, mert hogy másképp csinálnám a dolgokat, vagy más mondanék, csak egész egyszerűen meg kell szokni magamat. De maga a kaland az hasonló tévén keresztül, mint élőben? Nem, szerintem sokkal szívásabb volt ott élőben, aha, mint ami átjött. Abból állt reggeltől estig a napunk, hogy vártuk azt, hogy egyszer legyen kaja, meg építettünk, meg imádkoztunk, hogy ne zuhogjon az eső. Most nyilván ez az embereknek nem annyira izgalmas folyamatosan ezt nézni, de nekünk tényleg 99% arról szólt, hogy hidat építsünk, nem az, hogy feszkókról beszélgessünk, meg ilyesmi. Ez nekünk ez volt a melléke. Meglepő volt amúgy látni Viktorékat is, Csabi Zsuzsit, úristen, az nagyon durva volt látni. Illetve most még rosszabbul esett Ági meggyanúsítása, szóval ezt jó, ott is szégyeltem. Nagyon szépen. Persze, hogy hát most nyilván bocsánatot kérek tőle, de azért visszalát. Mindenki kér bocsánatot. Hát tanuljanak meg, hogy meg bocsánatot kérni. Az ilyen nulladik szint szerintem az emberré válásban. Jó, és mihez kezdtél a nyereménnyel? Mert ugye neked volt egy erős motiváció, a tesód. Igen. Ugye azt kell tudni, hogy van egy gyógyszer, amilyen nagyjából 70-75 millió forint egy évre, ez a Trikafta, úgy hívják, és mikor visszajöttünk, hát az ősz az nagyon durva volt Hannának, az úristen, tényleg nagyon rossz állapotban volt. Mert nagyon neki a tüdejével vannak ugye problémái egyebek között. Ja, igen. Hála Istennek és a főorvosának. Magyarországon bekerült abba a pár emberbe, aki ősszel megkapta kísérleti jelleggel ezt a gyógyszert, ezt a nagyon drága gyógyszert, ezt a Trikaftát. De mikor mi kimentünk, akkor ez még képbe sem volt. Szóval rengeteg országban ez már államilag támogatott volt, de itthon egyáltalán nem. És aztán hazajöttem, akkor nagyon, nagyon rosszul volt, tényleg csoda volt minden nap. És az is csoda volt, hogy meg tudták műteni. És aztán az pedig, hogy megkapta ezt a gyógyszert, ez meg még nagyobb csoda. Viszont azt kell tudni, hogy ezt
most decemberig kapta csak meg, több lépésben, mert maximum fél évre előre adták meg neki, ezt csak aztán meghosszabbították. De hogy most mi lesz december után, azt nem tudjuk, szóval nyilván egyrészt támogatom őt, másrészt meg vigyázunk a pénzre, hogyha idén mondjuk decemberben nem kapja meg, akkor tudjunk közösségfinanszírozási kampányt csinálni. Nagyon örülünk, szóval neki most ilyen nagyjából 23-25%-os a tüdeje, ugye ilyen 18-ról volt, indultunk, ugye? Aha, igen. Emlék. Most egy sokkal teljesebb életet él, szóval azért nem azt mondom, hogy 25% sok, de ez neki majdnem másfélszer akkora, mint egy éve volt, szóval ez tényleg így csodálatos. És jó visszagondolni most a tavaly augusztusra, szóval, hogy megérte jelentkezni erre a játékra? Élvezted? Nagyon tanulságos volt. Nagyon élveztem, nagyon újra csinálnám, és nagyon szeretném, hogy valaki kivegyen a világból újra 30 napig, vagy 40-ig, hogy ne lehessen telefonom. Milyen okos telefonod van? Mutasd! Ilyen okos telefonom van, azért annyira nem okos. Akkor ezt most fogom és szétverem, és a probléma megoldva. Figyeljetek, ha valaki még esetleg nem látta, akkor az HBO Max-en megtekinthető a sorozat a mai napig, és még azon is túl. Kívánunk. És nézzétek meg! Jó szórakozást, nézzétek meg, és tök jó volt találkozni újra, meg nekünk lesznek közös projektjénk, de arról még nem, majd. Jó, majd. Ne szaladjunk el, hogy sssss! Sziasztok! Sziasztok!